Köszönöm, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, tisztelt miniszter úr, főpolgármester úr. Hadd kezdjem azzal, hogy ez egy óriási lehetőség és nagy-nagy felelősségű esemény sor lesz a Nemzeti Színházban. Míg mindenféle túlzás nélkül nevezhetjük magunkat színházi nagyhatalomnak, valamiért úgy alakult, hogy környező országokban, Lengyelországban, Romániában, de Szlovákiában és Csehországban is több nemzetközi fesztiválja van a szakmának, nálunk valahogy nem sikerült gyökeret vernie, meghonosodni a nemzetközi fesztiválnak az elmúlt évtizedekben. Hadd legyen ez egy nagyon fontos indulópont, és nagy-nagy reménnyel vagyunk annak kapcsán, hogy az első és egy hosszú-hosszú jövőt látunk remek gondolatokkal, én azt hiszem tervekkel. 12 ország 19 előadását láthatja a nagy közönség, egy egészen-egészen kiváló előadássor, amely ide érkezik. Természetesen elsősorban Közép-Európára koncentráltunk, hiszen sors, társ, népek, kultúrák, színházak hasonló gondolatokkal, hasonló dilemmákkal küzdködve, kiutakat keresve, a színház lehetőségeit kutatva nagyon jól együtt fogunk tudni majd működni, és minden évben szeretnénk egy díszvendéget, idén Oroszország lesz, a legjelentősebb orosz színházak. Itt lesznek fantasztikus művészekkel, az orosz szakma színe javával. Nem fesztivált szervezünk, hanem találkozót, ezzel is jelezve azt, hogy nem versengünk, nem olyan előadásokat hívunk meg, amelyeket a szakmai szakzsargon pilóta előadásoknak hív, és egyik fesztiválról röpködnek a másikra, mert olcsóak, mert hatásvadászok néha, mert provokatívak, hanem igazi, komoly értékeket, egy helyzet hívtunk meg, egy helyzet, egy állapot fölmérés is körülbelül, hogy hol tartanak más színházak, más színházi alkotók. Minden napra jut szakmai program, és talán ha a szakmai programokból néhányat felolvasok, világos lesz a fesztiválunk, a találkozónk filozófiája, azon túl, hogy természetesen önmagáért beszél az, hogy Madách Imre nevét viseli. Emlékezet és felejtés március 27-én a színház hivatása a kortárs kultúrában. És akkor olyanok lesznek itt például, mint Valeri Fokin, aki a Alekszandrinszki Színháznak az igazgatója, ez egy legmeghatározóbb, ha lehet ezt mondani, színházi szakembere, rendezője Oroszországnak. Viktor Rizsakov, moszkvai művész színházból, Rimasztu Minász, a Vaktangó Színház igazgatója, David Dojasvili, Viliszi-ből, Alexander Morfov, Bulgáriából, tehát másik hasonló fontosságú konferenciák, identitás, szakralitás, teatralitás. Olyan programunkat emelném én ki, ahol a világhírű francia rendező Claude Regi fog Jon Fosséval beszélgetni, aki a drámairodalom nagy sztárja Európában, és akinek előadása a Kazányi Nemzeti Színházból vendégeskedik majd itt a Nemzeti Színházunkban. A mesterek és tanítványok, a színész mint közvetítő, ugye ezt amióta az új vezetés fölállt a Nemzeti Színházban, mondjuk, hogy hisszük azt, hogy a színészen keresztül fog újra fogalmazódni a szakma. Erről is fogunk nagyon-nagyon sokat, és remélem, hogy nagyon-nagyon tanulságosat együtt gondolkodni és beszélgetni. Én sok szeretettel várok mindenkit, kimentek a levelek a színház igazgatók számára, várjuk a jelentkezésüket, az egész szakmát boldogan vendégül látjuk, és reméljük, hogy ünnepé, eseményé válhat ez, és évről évre megismételve, megtermékenyítő mód fog hatni a szakmára, elhelyezi a mi színházi életünket még erőteljesebben egy európai és világ színházi térképen. Köszönöm szépen!